Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Azok a párok, akik nagy napjukra készülnek, azok most nagyon figyeljenek, ugyanis a következő percekben Kanizsai Ákossal a januári esküvő kiállításról fogunk beszélgetni. Szervusz, köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Szervusz, és köszöntöm a nézőket is. Nos, most már, hogyha jól számoltuk össze, akkor 17. alkalommal szervezed meg az esküvő kiállítást. Idén mire lehet számítani? Mindig újdonságokat kell behozni az emberek életébe ahhoz, hogy eljöjjenek és újdonságokat találjanak, mert a fiatal pároknak egy kicsit az ingerküszöbe évről évre nő ahhoz, hogy mindig keresik azokat a dolgokat, amik az ő esküvőjükön egyedi. Ezért a szolgáltatóknak is nagyon komolyan oda kell figyelni az újdonságokra, a trendekre, illetve nekünk is, mint szervezőknek is, hogy elérjük azokat az ifjú párokat, akik szeretnének eljönni hozzánk. Ugye beszélgettünk a pár perc ezelőtt, és említetted, hogy most már külföldről is jönnek tulajdonképpen kiállítók. Milyen kiállítói vannak? Honnan érkeznek ők? Igen, ez egyébként nagyon nagy büszkeséggel töltött el. A tavaly évben volt először, hogy nem csak megye határon kívülről, hanem ország határon kívülről érkeztek hozzánk kiállítók, mert hallották, hogy szakmailag egy magasabb szinten állunk, hál' Istennek már. Tavaly egy online meghívós jött Erdélyből, Nagyváradról, Kárpátaljáról jött egy ruhatervező, egy esküvői ruhás, illetve az idén már novemberben ősszel is megjelent a kiállításunkon, illetve januárban is jön egy fotós Németországból. És ugye azt is említetted az imént, hogy mindenki egyedit szeretne, mindenki szeretne valami kis pluszt a saját esküvőjébe, viszont Fehérvár annyira talán nem bevállalós, ezeket az extrém vonalat annyira nem kedvelik. Mi az, amit nagyon keresnek a fehérvári párok? Igen, egyébként igazad van. Ezt mi is észrevettük, hogy van egy fajta zárkózottság, vagy hívjuk konzervatív vonalnak, hogy nem mernek annyira az újdonságok felé nyúlni, vagy az érdekességek felé, különlegességek felé nyúlni. Korábbi beszélgetésünkkor is már elmondtam, hogy ennek azért a szülők is egy picit gátat szabnak, hiszen nagy mértékben ők azok, akik esetlegesen pénzelik a támogatják a gyermekeik nagynapját, és hát ők azért komolyan bele is szólnak ezekbe a szervezésekbe. Most ezáltal, hogyha ők nem akarnak olyan nagy mértékben elrugaszkodni a valóságtól, vagy a hagyományoktól, akkor igen, akkor akkor a fiatal pár sem mer annyira hozzányúlni. De azért, mert megjelennek új dolgok. Megjelennek ezek az ominózus szertartásvezetők, akik az állami szférán kívül mondjuk egy hivatalos esküvő, pár perces esküvőn vagy szertartáson megjelennek, és hétvégén bármilyen külső helyszínen ez a szertartásvezető mások számára teljesen hivatalosan ugye összeadja őket. Úgyhogy ez is már egy lazább vonal. De lehet korábban ugye nagy kiállítón volt éveken keresztül a hajózási ZRT a Balatonról. Ők, hát ugye egy fantasztikus dolog az, hogy egy hajón kompletten lehet esküvő. Persze aztán meg lehet tartani a réten, meg lehet tartani a magas hegyeken, az erdőben, hőlékbalomba, tehát bármiben meg lehet, igen. Miért érdemes ellátogatni az esküvő kiállításra azoknak, akik szervezik a nagy napot? Az idén említetted ugye a hajós esküvőt, esetleg a ceremóniamestert. Ezen kívül még milyen kiállítókkal találkozhatnak az érdeklődők az esküvő kiállításon? A kiállítás elsődleges célja az, hogy egy helyre hozzuk össze úgy a szolgáltatókat, nem csak hogy milyen, hanem az, hogy minél többet, tehát egy-egy szolgáltatáson belül is minél többet, azért, hogy az ifjú pár a nagy napjára mindent egy helyen megtaláljon, hogy tudjon válogatni. Nincsen kizárólagosság nálunk, és ez butaság is lenne, hiszen az ízlések is más és más vonz, tehát gyakorlatilag egy nagy nevű fehérvári cukrász süteményét, ha valaki nem annyira kedveli az ízvilág miatt, akkor úgyse fog hozzá menni, hanem átmegy egy másik neves cukrászhoz. És ugyanez az étterem, ugyanez a dekoratőr, a virágos,
hogyha neki nem annyira szimpatikus, vagy ismerős, gyerekkori ismerős a szolgáltató, akkor mindenképpen őket fogja, vagy őt fogja megkeresni. Tehát az a fontos, hogy minél több szolgáltatót, akár egy-egy iparágból, és minél szélesebb skálán mutassunk be az ifjú párnak, vagy a látogatóknak. És hát én már ugye voltam esküvő kiállításon, én tudom, hogy milyen, de azért meséljük el, hogy itt nem csak az van, hogy bemegy az ember, és akkor standok itt-ottam ott az épületben, hanem azért sokkal is készültök, bemutatókkal is készültök. Ez nagyon fontos része minden kiállításnak. Természetesen a színpadi műsoroknál elsődleges, vagy nagy előnyt élvez ugye a ruha bemutató, hiszen a lányoknak ez a nagy kedvence, hogy felvonultatják a szolgáltatók azokat a ruhákat, amik az idei évben gyakorlatilag a legnagyobb divatok, ezek az új trendek, hogy így fogalmazzak. Ezt fontosnak tartják bemutatni a szolgáltatók, és egyéb más szakmai programokat is hozunk mindig, mert valamivel színesíteni kell a kiállítást is, érdekességeket kell behozni, és meg kell mutatni olyan dolgokat is a látogatóknak, amikkel ők nem számolnak. Tehát ugye őket úgy kell fogadnunk, mint laikusok. Tehát ők megpróbálják valonnan összeszedni az információkat az esküvőjükre, de nagyon sok ifjú párral találkozom, amikor bejön, meglát egy olyan új típusú szolgáltatást, amire a homlokára csap, hogy aha, én erre nem gondoltam. És te vagy benne van a költségvetésébe, vagy bele tudja rakni, bocsánat, a költségvetésébe, vagy kénytelen azt mondani, hogy akkor erről most lecsúsztunk. Ennek a szolgáltatónak szoktam mindig mondani, hogy legalább 2-3 évet ki kell várni ahhoz, hogy annyira beleihódjon a köztudatba, és a szakmán belüli köztudatba is, hogy ő igazán helyet kapjon ebbe a szakmába. Mert hogy annyira újdonság. Van ilyen, nagyon sok. Minden évben van ilyen? Mi kezdtek? Minden évben. Hát nemrég jöttek be például ugye az említett ceremónia, illetve bocsánat, a szertartásvezetők. Aztán nagyon sok ember számára például a vőfékedés mellett a ceremónia mesterség idegen volt. Tehát ő csak azt tudta elképzelni, hogy én nem akarok az esküvőmre egy olyan embert, aki magyaros ruhába népi rigmusokat szaval. Jó, de van más is, milyen más? Az, hogy öltönyben van, vagy frakba, elegáns ruhába, és inkább levezeti az egész esküvőt. Ja, ilyen van, én nem tudtam róla. Nem tudott róla. Aztán például a selfie gépek nagy divatok lettek, hogy kitelepülnek esküvőre egy olyan automatával, ami előtt lehet vicces fotókat készíteni, különböző eszközök segítségével és díszletek segítségével, ami felkerül egy tárhelyre, és onnan bárki letöltheti magának. Ez is egy aranyosság. Ami most az idei kiállításon nekem nagy kedvencem lesz, és elnézést, nem akarok senkit sem megbántani ezzel, egy olyan fa dekoros cég jön ki, hogy dekorlapokra ír gyakorlatilag lézertechnikával, de akár a meghívó is lehet ez. Tehát milyen frappáns, hogy nem a klasszikus papíralapú meghívóval jelennek meg a vendégekhez, vagy vendégeknél, hanem egy hasonló méretű plakettel, falapocskával, és aztán ezt olyan szintig vitték, hogy a menükártya lehet belőle, aztán minden más gyakorlatilag egy köszöntő, egy bármi gyakorlatilag, ami az esküvő elfér, az meg tud jelenni ezen a díszes fa nyomaton. Tehát olyan széles, mert tulajdonképpen a paletta, vagy egyes pár szinte alig győzi eldönteni, hogy mit szeretne az esküvőjére. Hát gyakorlatilag éttermek, dekoratőrök, virágosok tudnak annyira megújulni, hogy nyilván ez kevésbé fordul elő, de mondjuk, hogyha egy ifjú pár 3 évvel ezelőtt ott lett volna az esküvőnkön, és most újra eljön, akkor ugyanannál a szolgáltatónál teljesen mást lát. És ugye két napos lesz a rendezvény, tehát január 12-én és 13-án is várjátok az érdeklődőket. Erre azért volt szükség, mert akkor az érdeklődés, hogy szükség volt a két napra, hogy úgy el lehessen osztani a vendégeket? Amikor legelőször elindultunk a kiállítás életében, lást kiterítve, itt előttem a korábbi füzeteket is, az első két évben már, vagy még csak egy napos volt. És aztán igen, szükség volt arra, nyilván nagyságrendekkel nagyobb lett a kiállítóink száma is az első pár évhez képest, illetve igen, tehát szükség volt arra, hogy két napot csináljunk. Néha már elgondolkodunk, hogy egy szakmai napot lehetne pénteken is beindítani. Mindkét napon ugyanazok a kiállítók lesznek. Igen. Így van. Kiket vártok egyébként elsősorban? Tehát a jegyes párok az evidens,
azt mindenképpen, de hogy rajtuk kívül. Igazából nekünk a legfontosabb, hogy a célközönséget bevonzuk. Tehát szolgáltatóim azok nyilván abból kapnak munkát, hogyha a célközönséget bevonzom. De azt már nagyon régebben is észrevettük, hogy azért bebejönnek olyan emberek, akik úgy kíváncsiak egy ilyen januári évelei gyakorlatilag városi rendezvényre, hogy vajon ez milyen lehet ez, milyen színes, milyen aranyos, milyen kedves. Nyilván aranyosan, mert jönnek a sütik miatt a cukrászokhoz, de azt látom egyébként, hogy ők ugye azért jól érzik magukat. Tehát ez egy ilyen kis társasági esemény lett. Hát akkor már ki is nőtte magát tulajdonképpen. Ja, ilyen szempontból igen. De a lényeg az, hogy a célközönség jön el hozzánk, így van. Mennyire eredményesnek ítéled egyébként ezt az elmúlt 16 évet, ugye idén lesz a 17. Hát a számok egyértelműen azt mutatják, hogy valamit jól csinálunk, és ugye azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos levonni a következtetéseket, meg az eredményeket a kiállításon, de nem mindig tudjuk. Hiszen vannak olyan szolgáltatók, akiknek mondjuk az eredményessége hetekkel vagy hónapokkal később mutatkozik csak meg. Az, hogy a nagyon régi kiállítóim, akik már nagyon régóta itt vannak a kiállításon, azoknak a száma nagyon magas. Tehát több mint 30 kiállítom, több mint 10 éve ugyanaz. Vannak olyan kiállítóim, talán 8-an is, akik az elejétől fogva ugyanazok, tehát 17. alkalom óta végig kitartanak. Voltak olyan kiállítóim, akik kénytelenek voltak lemorzsolódni a kiállításról, mert azt mondták, hogy minden évben úgy jönnek ki, hogy nincsen szabad időpontjuk. Tehát nem látták értelmét annak, hogy kijöjjenek. Erre viszont van egy felelet. Szerintem 5-6 olyan kiállítom van, akiknek szintén nincsen időpontjuk, mondjuk akár most 2019-re, de igenis fontosnak tartják, hogy kijöjjenek egy ilyen seregszemlére, egy ilyen piacra, hogy a szakma azok igenis lássa, hogy ő még mindig itt van, mindig dolgozik, töretlen sikerrel, lelkesedéssel, és mindig jön egy jó felelet rá, a rákövetkezendő évekre is választják őket. Tehát kijön úgy, hogy nem érsz rá, nem, sajnos nincs időpontom. És hogyha azt mondom, hogy 2020, nézhetjük a naptárt, és átteszik az esküvőjüket. Tehát vannak olyan kedvenc szolgáltatók, akik miatt akár még évet is módosítanak. Nem, semmi egyébként. Tehát akkor azt még mondjuk el, és emeljük ki, hogy mikor és hova kell menni azoknak, akik szeretnének elmenni. Január 12-én, 13-án a Novotelben, gyakorlatilag két napon keresztül, 10 órakor nyitunk, 18 óráig tartunk nyitva, mindkét nap ugyanazon szakmai programokkal kedveskedünk, hiszen a közönségünk szombat, illetve vasárnap is más-más. Tombolával zárjuk, tombola nyereményekkel szoktuk zárni a napokat. Ez is nagyon vonzó a látogatóink számára, hiszen a szolgáltatóktól igen komoly ajándékokat szoktak kapni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Kedves nézőink, tehát ahogy hallhatták, érdemes lesz ellátogatni az esküvő kiállításra, tehát amellett, hogy mindent megtudhatnak egy esküvővel kapcsolatban, és kiválaszthatják akár a kedvenc szolgáltatókat is, érdekes nyereményekkel is hazatérhetnek. Mi pedig megyünk tovább az Együtt magazinnal. Január 1-én a kórházban jártunk, mégpedig azért, hogy meglátogassuk Székesfehérvár első babáját, mutatjuk a részleteket. Szeretettel köszöntjük őket, nyilván boldog új évet kívánva, de talán most aztán igazán könnyű boldog új évet kívánni, hiszen egy család életében a legszebb dolog érkezett meg, alig pár órával az új év kezdetét követően, ezért jöttünk, hogy szívből gratuláljuk és kívánjuk sok-sok boldogságot, nagyon jó egészséget, picinek is családjának egyaránt fogadják szeretettel, hoztunk hozzá egy picit is ajándékcsomagot.
A Bokor családnak izgalmasan telt a szilveszter éjjele, kórházban kötöttek ki. Nem sokkal évfél után ugyanis beindultak a fájások, Roland úgy döntött, 3 héttel korábban jön a világra. 4:05 időzített, amivel el is nyerte az idei első baba címet. Évfélkor még nem is mutatta jelét, hogy ő készül. Tehát 1 óra után indult el az egész, és 4 órakor már meg is volt. Úgyhogy tényleg gyorsan jött. Roland 51 centivel és közel 3 kilóval jött a világra. Édesapja büszke a kis apróságra, hogy legyőzte a 3 másik babát, aki elsőjén született. Könnyű lesz megjegyezni a születésnapját az első hó elsőjével. Hát, nagyon örülünk neki, és boldogok vagyunk. Annak ellenére, hogy egy picit előbb érkezett, minden rendben van. Az édesanyára nagyon büszke vagyok, mert hősiesen helytált ebbe a nehéz pár percben. Tényleg boldogok vagyunk, és köszönjük. Én neki nagyon köszönöm ezt a szép fiút. A hagyományokhoz hűen az első apróságot Székesfehérvár polgármestere is köszöntötte. Édesanyja finomságokkal teli csomagot, Roland pedig babakötvényt kapott. Valamennyi kisbabát köszöntjük, aki az előző évben is született. Ugye 2466 szülés volt itt a Szent György Kórházban, ebből körülbelül 800 körül lehetett a székesfehérváriak száma, ugye őket most már kispolgárra fogadjuk, egy kis ajándékcsomaggal köszöntjük, és bízunk benne, hogy szép élettel, jó egészséggel tud növekedni a családba, így Roland is, és mindenki, aki majd 2019-ben születnék, várjuk őket nagy szeretettel városunkban. A székesfehérvári szülészeten törekednek a családközpontú ellátásra, szülés előkészítő programokkal várják a kismamákat, de lehetőség van a családtagoknak is bemenni a szülőszobára, valamint alternatív szülési módok közül is lehet választani. Ne úgy jöjjek valaki el a szülészeti osztályra szülés után, ide többet soha nem jövök, hanem úgy jönne, hogy igenis jól éreztem magukat, és szívesen jönnek vissza akár a szülőszobára a szülés után ellátásra, mert pozitív élményként élik meg a szülést. Ez a célunk. Az osztályon egyébként tervezik a bővítést. Egyágyas babaszobákat alakítanának ki, hogy még inkább családközpontú intézmény legyen a kórház. A hétvégén pedig ellátogattunk egy görög estre, ahol görög táncokkal ismerkedtünk. Következő percekben erről lesz szó. Hánkakas István valamit nagyon tud. Az Alvarégia táncegyüttes nagyszerű aranysarkantyús táncosai már a Szabadművelődés házának kulturális szervezőjeként gondoskodik arról, hogy a tánckedvelő székesfehérváriakat nívós, autentikus táncprogramok várják hétről hétre. Így volt ez az idei év első szombatján is, amikor a közönség kedvenc Belojanisi Taverna görög népzenei együttes hozta el Fehérvárra a Délszláv dallamok varázslatát. Varó János népzenész kollégám, barátom. Ő nagyon régen, egy 15-20 évvel ezelőtt működtetett egy délszláv zenekart, és délszláv táncházakat tartottak. Nagyon nagy örömmel, nagyon szerettek az emberek oda járni. Egy jó kis közösség alakult ki, hiszen olyan táncokról volt szó, közösségi táncokról, amit nem igazán az improvizációról szóltak elsősorban, hanem a közösen együtt táncolásról. Ez a gondolat indított meg engem ezen is, hogy igazából vissza kellene hozni ezt a fajta nemzetiségi táncot, nem csak feltétlenül a délszláv táncot, hanem egyáltalán mindenféle nemzetiséget, hiszen Fejér megyében azért vannak nemzetiségek, mondjuk meg őszintén, és a magyar néptáncok mellett úgy gondolom, hogy ennek is helye van, hiszen asszimilálódtak mellettünk, meg mi is hatással, de oda-vissza hatással voltunk egymással. A táncház elgondolás honnan jött, hogy valamikor nagyon régen a táncházban, amikor C-kategóriás tanfolyamon tanítottam még, akkor volt egy táncos, egy, hát igen, mondhatom, hogy táncos, aki a Belojanisi együttesnél táncolt. Ő Gábor Ferenc, aki most itt a táncházakat tartja, ő nem görög,
csak nagyon szerette ezt a táncot. Valamikor a Iváncsai, azt hiszem, iskolának volt az igazgató is, de azon a környéken él, és velük elég erős kapcsolata alakult ki. Abban az időszakban nagyon sok görög estét próbáltunk csinálni a magyar táncházak után, de már csak ilyen belsőséges körbe. És akkor mondtam neki, hogy egyszer olyan jó lenne elmenni egy ilyen görög közösségbe, vagy ezeket a görög közösséget elhozni ide, Fehérvárra is, hogy rendszeressé hogyan tudnánk tenni. És körülbelül egy másfél évvel ezelőtt jött ez a gondolat, hogy mi lenne, akkor kipróbálnánk itt a Szabadművédes házába. Az est Gábor Ferenc jutalomjátéka volt. A résztvevők tőle, a kiváló tánctanártól és névművelőtől tanulhatták meg a görög identitás, a kulturális örökség alapját, azt az örömtáncot, amely délen mindennél fontosabb az ünnepeken és a mindennapokon is. Van egy tánccsoportunk, a Fehérvári Zorba Görög Néptánc Együttes, ahol ez innen indult, hogy elkezdtünk próbálni a táncosokkal, és azért maradt együtt a csoport, mert szeretik a görög táncot, szeretik a görög kultúrát, és én magam sem gondoltam volna, hogy két év után is még azt mondhatom, hogy együtt van a társaság, és hetente tartott próbákkal és rengeteg meghívással működőképesek vagyunk. Nekem nagyon sok ismerősöm van Belajanizban, többek között a Taverna népzenei együttes is, és őket bevonva gondoltuk, hogy egy kicsit a nagyobb közönségnek és a székesfehérvári közönségnek, és nem csak a székesfehérvárinak, hanem a környékbelieknek, régi táncosoknak, mert nagyon sok táncos jár ide, aki mondjuk nem görög táncot táncol, hanem még a Bünchlaci bácsi féle tánccsoportokban táncolt, és ott megismerkedtek a görög zenével és táncokkal, és eljönnek. A Taverna görög népzenei együttes tagjai valamennyien görög felmenőkkel büszkélkedhetnek. Olyan kvalitásos belojaniszi zenészeket üdvözölhettünk személyükben, akik megalakulásuk óta immáron 30 esztendeje óvják és terjesztik őseik népi kultúráját és hagyományait. Talán tini korunkba jött ez az egész. Sokat összejártunk mindig. Voltak ilyen szokásos helyek a faluba. Mi úgy hívtuk az, hogy a padok, ez egy ilyen platán sor, ott voltak padok, mindig oda jöttünk össze, és ott különböző zenéket hallgattunk, de a görög zenét azt mindenki szerette már 13-14 évesen. Én konkrétan 16 évesen kezdtem el. Én úgy gondolom kicsit későn, de nem vesztettem végül is vele semmit. A másik az, hogy körülbelül visszagondolva, hogy pontosan 30 évvel ezelőtt kezdett el ez a felállás játszani. Természetesen voltak kilépő emberek, kihulló emberek, és jöttek újak, de mindig családon belül. Tehát a lényeg az, hogy a 98%-ban görög felmenőkkel rendelkezik a zenekar
tagjai. Az, amint egy 100 vendég, akik gyorsan otthonra találtak a Görög Táncházban, gyermekek, anyukák, apukák, nagymamák és nagypapák, bizonyosan felejthetetlen estével gazdagodtak a fergeteges hangulatú estén. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy a tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!